Hát az, ugye, megnősültem, szabadságra mentünk el Bajnára a Malomba, valami rokona volt a feleségemnek, és ott voltunk náluk, amikor egyszer reggel csak megjelenik egy motorkerékpáros az udvaron, rettenetesen dudál, még nem kiment valaki, a tulajdonos, és aztán jön be hozzám, hogy itt vannak a gyárból kerékpárok, motorkerékpárok, azonnal be kell bennem, hát elicceljenek, hát nem volt, amir olyan behosszám, hogy ő nekem vissza kell szabadságról menni. Hát megyek ki, akkor látom az Isten ismerős motorkerékpáros, és hát mondja az, ő csak azt a parancsot kapta, hogy feltétlenül és minden körülmények között vigyelek magammal, vigyelek be, mert neked este kell menni. Hát rettenetesen ideges voltam, hogy rosszul csináltam valamit, vagy mi a csodik. Én nekem, aki jelenleg a bérelszámolásnál dolgozom, vezetője voltam, hát miért kell nekem este menni? Hát bementem vissza a gyárba, ott vártak már az igazgató, a személyzeti vezető, meg a pártitkár. Én halott sápat lehettem, mert mindjárt mondták, hogy mi bajod van, hát nincs semmi baj. Hát mondtam, hát miért kell nekem Pestre, mert én azt hittem, hogy valamiért felelőssé akarnak tenni, vagy valamit rosszul számoltam, vagy mit tudom én, micsoda. És akkor mondtam, fene inkább igadjál. Egy kis olyan szikrát adott a jóból, hogy hát, ha mégse rossz. De egész úton nem szóltak. Ebbe az irányba, az égvilágon semmit, mindenről beszéltek, csak arról nem, hogy hiába próbáltam rávinni a szót, hogy de mégis miért kell menni. Hát azt odaértünk a nehézipar minisztériumhoz, ami a Nemzeti Bank központjával szembe helyezkedik el. Hát a bankot ismertem, mert voltam már ott többször, csak megyünk föl, mit tudom én, hágyadik emeletre, személyzeti osztály, amikor megyünk a folyosón, néztem az ajtókon, hogy hol ki van, milyen fejes. Egyszer csak megállunk a személyzet is ajtónál. Akkor nagy szó volt a személyzet, tudod? Van én, mondom, akkor nagy szó volt, mindenki a személyzetinél kellett, hogy jelentkezzen. És hát az igazgató meg kopog, jelentkezik, mentünk mi is be. Akkor a tárgyalóterembe üljek le, mellettem az igazgató, másik felén a pártitkár, meg a személyzet is, és szembe a minisztériumból vagy két-három fő, valószínűleg az egyik az igazgató, a másik a személyzet, a harmadik nyilván a pártitkár volt. Hát elkezdik a szót, üdvözölnek, tudom-e, miért vagyok itt? Mondom, nem, Harmány Dunston is, mondom, nem csináltam semmi rosszat. Hát nem is arról volt szó, de én megvoltam ilyen. Nem is arról van szó, hanem egész másról. Hát mondom, tessék. Hát azt mondja, hogy hát rövid vizsgálózás után, mert nem volt szükség, azt mondja, a hosszabb kutatásra, egy rövid vizsgálódás után úgy döntöttünk, úgy határoztunk, hogy engem a tokodi üveggyárból fölhelyeznek az üvegipari központ volt akkor, üvegipari központ pénzügyi osztályára helyettesnek, az a kérésig, hogy természetesen elvárják, hogy elfogadjam, és hogy nagyon gyorsan igyekezzek mindent megtanulni. Mondom, hát egy kis dunsztom van a pénzügyi dolgokhoz, a polgáriskolában is tanultunk ilyeneket, és hitelet, meg mit tudom. Mondom, hát én nekem különben, hát semmi dunsztom nincs, hogy ott mit kell csinálni, majd lesz, mondta az igazgató.
és kezet fogott, jó munkát kívánok, jó egészséget, és nyugodtan menjek, ha bármilyen probléma van. Most Irány azt mondja, ezt az új szatmát szépen is jó megtanulni. Gratulál az igazgató is, az a személyzet is, mindenki. Hát ugye ott ültünk, mondanom sem kell. Hát ott egy kötetlen beszélgetés indult meg egy olyan jó negyed órát, minden. Tisztázták, hogy, hogy mi is van most, mert én nem tudtam semmiről. Elmondták, mi van, mi van. És akkor szépen dél felé járt az idő. Befejeztük a hivatalos részt, mentünk ebéd délután haza. Otthon mondom, hogy nagyon vártak, idegesek voltak az egész család, hogy mi a fenének volt, amin föl lehet rendelni. Na aztán mondom, hogy mi van, akkor meg azért voltak idegesek, hát én ezt el fogom tudni látni, meg mit hát, tudom. Vére számlás osztályvezetője volt már üveggyárban, úgyhogy nem volt az ő idegen neki. És ez ugye így a érdeklőző középpontjába kerültem. Egy kis beszélgetés, ez az, szétoszlottunk, de otthon csak folyt az egészről a beszélgetés, mert hát csak egy furcsa dolog volt, egy váratlan dolog volt, és azért végeredményben örömteli dolog volt, még akkor is, ha tele volt izgalommal, mert hát el sem tudtam képzelni, hogy hogy fogom én ezt csinálni. Hát aztán másnap a új munkakörbe jelentkeztem, elkezdődött a munka átvétele, és miután hát azért így a adminisztrációs dolgokba, pénzügyi dolgokba is, elméletileg én eléggé tisztában voltam, mert a polgári iskola pont olyan iskola, ami ilyesmire képezi az embereket. A falukban, városokban, mindenütt a községházán, ezt az iskolát végzettek, álltak ott a legtöbb helyen sorban. Hát engem is ezzel igaztaltak, hogy nem fog menni. Elmúlt egy-két nap, egész elejéről kezdtük ugye az átvételt, azoktól, akik hát erre hivatottak voltak, és hát szép lassan egy jó hét leforgása alatt megnyugodtam én is, és láttam, hogy ez nem megtanulhatatlan, úgyhogy fog ez menni. És aztán szépen dolgoztam ebben a területen. Na még arról beszélj, hogy hol igen, ám, ma, hogy mondja, ne akarsz. Hogy Pestre. Igen. Na. Hát most azt mondtam el, hogy én engem hogyan értem ki, hogy kerültem haza a háborúból. Hát mindez lezajlott, és másnap már a gyári gépkocsival vittek még be, utána megbeszéltük, hogy kapok Budapesten egy szobát. Hát úgy is volt, délután előtt a személyzet is, vagy mit is tudom, és megmutatta, hogy egyelőre csak egy olyan szobát kaptam, hogy a ház tulajdonosnak az egyik szobájába laktam. Ez hol volt? Hogy? Ez hol volt? Azt kérdezed, Király utcában. Király utca 30-ban. Uh-huh. Király utca 30-ban. Reddonéknak hívták. Feri bácsi volt az ember, Rózsi néni az asszony, és két hatalmas szobájuk volt, amiből az egyiket nekem adták vérbe. Volt még teljesen berendezett, hogy csak azt tudom mondani, és nagyon szépen berendezett. Hímzett, goblén, mit tudom én, dolgoknak a sokasága volt, bekeretezve képként is a falon, meg minden, és ott voltam náluk. Ez a lakás tulajdonos a Tokodi üveggyár budapesti központjának az irodáján dolgozott.
azt például elfelejtettem mondani, hogy először egy nagyon semmit érő kis kuripintyóba lettem volna elhelyezve, de azt egy-két nap alatt ezt fölmondtam, és jeleztem a munkahelyemen is, hogy ez nem felel meg, ha nem tudnak segíteni, akkor stb. Stb. Na de aztán közben jött a hivatali küldönc, a postás, aki a leveleket hozta, vissza postára, meg minden, és azt mondja, te ide figyelj, az üvegipari központban ott van egy gyiratáros, azt mondja, amikor kezdtünk beszélni a dolgokról, minden, hogy alatti följött Tokodorom, azt mondja, nagyon kezdett érdeklődni, és azt mondta, hogy ő is szívesen vette volna. Ez volt a Feri bácsi. Jó, akkor nem oda kerültél mindjárt. És mondom neki, nem is bánnám, mert ez a szoba, ahol vagyok, először is ketten voltunk, volt a másik. Tag is, aki nem volt nekem valami szimpatikus. Messze volt kéne a Ferencvárosban ott a felébe, meg mit tudom én, elég az hozzá, hogy mondtam neki, hogy hát szóljon neki, hogy jöjjön ide be az irodába, oda úgyis aktuális néha-néha nekik oda menni, és akkor esetleg beszélhetünk róla, hogy elmehetek megnézni a lakást. Hát úgyis volt, már másnap jött az illető, nagyon érdekes volt neki az eset, és együtt elmentem a lakására, hát gyönyörű, szép, háromszobás lakás volt, de az egyik a bejárattól, a konyhától jobbra külön esett, az bérelte valaki, és errefelé esett, ja, a konyhába vagyunk, erre esett még két szoba. Az első szoba az, amit nekem akartak felajánlani, hát bementem, megnéztem, elképettem. Olyan szép képek, mit tudom én, keretezett képek a falon, gobrej, minden csoda, és a motor is nagyon szép volt. Ez mindjárt más. Úgyhogy meg is beszéltük, meg is egyeztünk, bementünk az irodába szólni a személyzet is meg, hogy na, végre, lesz talán elfogadható lakásom, egyre udvariasoknak tűntek. Hát két öreg bácsó és egy néni volt, és akivel utólag kiderült, nagyon jól meg is voltunk, egyetértettük. Ez helyileg hol volt? Ez volt a Király utcában, az a papír. Ez a Király utca 30-ban. Az első ház az a Ferencvárosa volt, vagy lakás. Ez a Király utca 30-ban volt. Ez volt, mert ott meg én is voltam. Nagyon jó. Nagyon jó voltam. Te is voltam még. Hát már én csak úgy voltam ott, mert akkor már volt lakásod, amikor megesküdtünk, hanem ja, hogy elvittél a Rozsi nénjékhoz, igen, bemutatni. Én úgy voltam ott, amíg meg nem lett a Józsi, addig azért el szoktunk menni hozzájuk meglátogatni, aztán már hogy elmaradt a barátság, mert hát ugye azért kisgyerekkel, meg mit tudom, én nem tudtam már úgy menni, én is meg dolgozott, hát aztán meg én is dolgoztam, úgyhogy aztán elmaradt a barátság. Hétvégeken azért csak haza utazgattam a szülőkhöz, hétfőn meg vissza. Hát nem csak a szülőkhöz, mert először még ott volt a Magdi is, hát a Magdi Tokodon volt a lakástokban. Hát volt egy lakás a üvegágyárban. Mondhatod. November 1-én. Mondjam? Mondhatod, hát, nyugodtan. Mondhatod, én miattam mondhatod. Nem titok. Hát tudja mindenki. Ilonka szólt, hogy... Én nem szóltam semmi. Jó, mondhatod nyugodtan. Hát nincs is abban semmi. Jó. Elég az... Mondhatod? Mondhatod. Elég az hozzám, hogy
ez az egész história, ez a fölhelyezés, meg stb. Stb. Ez pont egybeesett a tervezett esküvőnkkel. Pár hétre rá lett volna, mint ahogy hát végül is lett is, az esküvő szokásos nagy vidéki parádéval, cécóval, jó, sikerült, lezajlott minden. Hát akkor és már, amikor mikor kaptad a táviratot, hát én jobban tudom, mint te, akkor már megnősült, akkor voltál nászúton. Hagyjuk? Mondjad, szóval hagyd mondja úgy, hogy akarja. Lényeg az, hogy esküvő után szinte azonnal történt a budapesti alufölde helyezés. Igen. Aztán sajnos az történt, hogy lehet ott talán a fölhelyezés is, elhelyezés is belejátszott, de elég az hozzá, hogy szerencsétlenség történt, a felesége meghalt. Utána egyedül jártam Pestre, illetve hát hétvégeken jártunk csak haza, mások is voltak ilyen helyzetben. Lassan megszoktuk, fönt is volt lakásom, probléma nem volt, és közben aztán összetalálkoztam Margit Ilonkával. Az kicsoda! Úgy tudott remélkezni, hogy egyből meg is idézett. Ne, hát nem megértem, ott ismertem. Hát így volt! Aztán eljártam. Na, hogy volt ez, ezt részletesebben? Találkozni. Hát az volt, hogy én már akkor ismertem, mielőtt megnősült először. Megígézett. Hát megígézted a nagyapát. Nem. Hát figyelj oda, ő bérelszámlási osztálynak a vezetője volt, én bérelszámoló voltam, ugye? Na közben ő megnősült, ő fölkerült Pestre, én ott maradtam a bérelszámolási osztályon, később bekerültem a titkács, szóval az igazgató mellé titkárnőnek, ő még ugye többször ellenőrzésre járt haza, még mi, mert az központ volt, az üveggyárba jöttek ellenőrzésre, beszélgettünk ez az amaz, nem volt szó egyelőre, ismert ő is, én is ismertem. Köszöntünk egymásnak, aztán elmentünk egymás mellett. Úgy néztél rá, hogy megígézett. Én nem néztem el senkire, úgy nem igaz. Aztán akkor egyszer csak, mit tudom én, hogy mi történt vele, nem tudom, hívott telefonon engem, hogy találkozunk. Hát mit akar ez, hát mit találkozunk? Jön haza és jó, találkozunk. És akkor ez nem sokkal esküve előtt volt, mert ő nem vizét. Mert ő, amikor először bejött, mondtam a mamáiknak, hogy mi a helyzet, és akkor ők mondták azt, hogy hát jó, rendben van, de hát papa az olyan szigorú volt, hogy nem engedte. Ja nem, hanem a Gyöngyike, az ő a testvérének a lánya, egyszer jött, éppen húsvét előtt volt, én emlékszem rá, mamáiknak ilyen sárgarész függönytartójuk volt, és azt pucoltam ott, és bejön a Gyöngyike, és azt mondja, hogy hát a Margit Ilonkát keresem. Azt mondom, hogy én vagyok. Azt mondja, hogy a Kincel Dodi vár engem a kapunál. Azt mondja a papa, és már sötétedett, de húsvét előtt, hát ilyen idő lehetett. Azt mondja a papa, jó, de én nem szeretem, mert kimászkálsz a kapuhoz trécselni, mert hónap már az egész utca azt fogja mondani, hogy te fiúkkal tárgyaltál. Ilyen volt a papa. Hát jó, kimentem hozzá, és akkor mondja nekem, hogy találkozunk, hogy mit tudom én. Hát mondom neki, hát én magam sem, érted, mikor úgy van az, hogy nem udvarol valaki, de mit tudom én. És akkor így levelet írt néha. És akkor találkoztak? Hol találkoztak? Hát mikor hétvégén hazajött, akkor mit tudom én, találkoztunk, sétáltunk egyet. De hát aztán azt mondta, hogy ő bejön hozzánk. Hát mondom, hát az nem úgy van, hogy csak bejön, de hogy ő bejön. Bejött, aztán megkérte a kezemet, képzeld el. Ez volt november elején, és azt mondja, hogy ő mindjárt nősülni akar. És a papa mondja neki, hát nem úgy van az egészen, hanem majd tavasszal. Hogy ő nem vár tavasszig, érted? És ott vitatkoztak. És utólag mondta meg a papának, hogy azért nem akart várni tavaszig, mert tudta, hogy addig, akkor nem megyek hozzá, elvisz valaki más, érted? És akkor, hát
annyira erőszakoskodott, hogy ő egyedül van, neki lakása van Pesten, és mit tudom én, szabályosan a papa, hát a papáik nem tudták, hogy... Nem jutottak szóhoz a gyors tempót. Szabályosan nem jutottak szóhoz, azt mondták, hogy ez nem igaz. Hát amikor megesküdtünk, már lagzi folyt, föl kellett jönnünk, papa is, meg a mama is ott sírtak a spejzben, még akkor onnél ment föl a padlás, mind a ketten ott sírtak. Nem akartak elengedni. És azt mondja a nagyapa, hogy hát papa, hát már az én feleségem, hát most már el kell, hogy jöjjön vele, nem akarta papa elengedni. Úgyhogy na, hirtelen lehet mondani, hogy másfél hónap alatt már esküvő volt. Mert ő nem akar karácsonyt egyedül tölteni, azt mondta papáiknak. Na ez így volt. Na hogy volt ez? Hát így volt. Hát nem hazudott. Persze, hogy így volt. Mert hát, most gondoljátok be magatokat egyedül élni valahol. És a másik az, hogy nehezebben lehetett hazajárni ám, mint igen. Most, hogy fölülök a busz, az már otthon vagyok. A pendlizet itt 2,5 órákat, meg 3 a kenyérmezőig onni, még gyalog hazajönni, meg mi, úgyhogy... Délben az ember étkezett ugye bent a munkahelyén, de a reggeli, meg a vacsora, meg a mosás, meg a mikor. Hát ugye ő azt azért mondta kellett, a papának, hogy... tokodra szaladgálni, bár a Rózsi néni, ahol laktam, az is mindig mondta, hát ti mosok, én hagyd ide, Jóska. Ez a másik, meg az is volt igazság szerint, azt mondta a papának, hogy igaz, hogy a Ilonka még nagyon fiatal, de én már 30 éves vagyok, mondta a papának. Hány éves voltál te akkor? 19. 19. Hát ő meg 30 volt. 11 év különbség van köztünk. Ugye? Csak azt mondta, hogy miért várjak, akkor én nem tudom meddig, mikor lakás is megvan, mind. Na, akkor az volt, hogy képzeld el, hogy esküvő előtt 2 vagy 3 Na, az esküvőre majd beszéljük. Na, de nem az esküvőt, még ez előtte hát, volt, még mikor, hogy jöjjünk föl, jöjjek föl Pestre, mondja ő, mert vesz színházjegyet. A papa azt mondta, hogy nem úgy van. Jött ő is, érted? Hárman mentetek színházba? Honattal jöttünk. Mindenhova jött. Honattal jöttünk föl a papával. Mindenhova. Honattal jöttünk föl a papával, és akkor délelőtt jöttünk, mert azért nem volt, hogy jött reggel egy vonat, este visszament. Szóval nem volt az ilyen könnyű följutni. Följöttünk a papával reggel, és akkor, hát akkor elmentünk, hogy akkor megmutatja a lakást. És hát a Rózsi néni, na akkor voltam először a Rózsi néniéknél, mert ő meg főzött ebédet, és akkor ott ebédeltünk, és délutáni előadásra mentünk a színházba. Az volt az első, Pesten nekem az első színház, az írtó, tetszett nekem elő. Geró Isteni nagyhercegnő. Még hát egyszer mondjad? Geró Isteni nagyhercegnő, a Felekinén annyira nevettem, hogy nem tudtam abba hagyni. Én különben is olyan nevetős kislány voltam, tudod, hogy akkorákat tudtam kacagni, nevetni, hogy csuda. Aztán akkor, de tetszett nekem, hogy olyan sokat. Melyik színház volt az? Operetbe. Uh-huh. Operetbe. Na és akkor este mi hazamentünk a papával. Olyan nem volt, hogy a papa engem egyedül fölengedett. Hát azért nem tudtam népi táncra feljönni Pestre. Jöttek a központba üveggyári népi táncosok, és én is népi táncos csoportban benne voltam. És én nem engedett a papa föl egyedül. Nem még sehova, mert ott kell aludni valahol. Nem engedett. Hát ő ilyen volt a papa, hát én nem haragudtam, sose vitatkoztam vele. Ha nekem azt mondta, hogy nem mehetsz el moziba, vagy mit tudom én, akkor én fogtam egy könyvet, azt olvastam. Szóval ő szigorú volt ilyen. Amúgy már nem voltam szigorú a húgommal. Úgyhogy, na ez volt.